fiammal, Lócival rendszeres szokásunk, hogyha egy-egy szabad hétvégénk adódik, akkor elmegyünk picit pihenni, feltöltődni, és most is egy ilyen hétvégénk van, végre kettesben tudunk tölteni néhány napot. Most Siklósra jöttünk el picit pihenni, ami több szempontból fontos helyszín. Egyrészt én rendkívül szeretem ezt a vidéket, másrészt a közelben rendezik meg ugye a Pécsi Országos Színházi találkozót, ahol idén, mint a játékszín igazgatója is majd képviseltetem magamat. Ez a mi szakmánkban egy nagyon fontos esemény minden esztendőben. Harmadrészt pedig keressük azokat a partnereket, akikkel tudnánk nyáron külső helyszínen játszani, nem a játékszínben, hanem nyári színházi helyszíneken. Úgyhogy Siklós, az itteni vár, az itteni különböző lehetőségek talán e tekintetben is majd nyújthatnak mindannyiunk számára olyan lehetőségeket, amelyek garantálják a sikert és talán a jó kedvet minden kedves néző számára. Jó magam a barátaimmal, meg a fiammal, hogyha nyáron tehetjük, akkor mediterrán országokba szeretünk alapvetően utazni. És amikor viszont évközben vagyunk, akkor nagyszerű dolog, hogy Magyarországon is meg lehet találni már azt a helyet, ahol az ember úgy érzi magát, mintha a Mediterrániumban lenne. És hát Siklóson, itt a Hotel Castellóban nem csak szinte sehol nem tapasztalt vendégszeretettel és vendéglátással találkoztunk, hanem egy olyan szintén minőségi, finom, fantasztikus kultúrával és ízlésvilággal, ami azt kell mondjam, hogy páratlan, és minket mindenképpen lenyűgözött. Másrészt ki kell emeljem azt a biliárdszobát az egyik emeleti szinten a szállodában, ahol én nem tudom, hogy a véletlen hozta így, vagy a jó sorsunk, de ahányszor betértünk oda, akkor mindig vagy barátokra leltünk, új barátokra, vagy pedig régi barátainkkal találkoztunk, tehát mondhatom azt, hogy én itt is barátok közt éreztem magamat tulajdonképpen végig a több nap alatt, ameddig itt voltunk, vagy hát itt vagyunk most még a fiammal. Nem beszélve arról, hogy nagy kölcsönös és közös szórakozásunk és hobbink az ilyen vizes sportok, wellnesselgetés, pihengetés a vízben, vízparton, és hát azt kell mondjam, hogy ebben az egészen csodálatos környezetben, ahol most is ülünk, ebben a wellness paradicsomban, ahol még föl se tudtuk fedezni az első napon tulajdonképpen az összes lehetőséget. Azt gondolom, hogy a következő néhány napra az a feladat vár rám, hogy a fiamat néha mint egy cápataxi vigyem a vízben, néha meg csak azt felügyeljem, hogy milyen kitűlően úszik, vagy milyen nagyszerűen búvárkodik a víz alatt. Nagyszerű vízbiztonsága van Lőrincnek, mert már babaúszáson is részt vett egészen apró cseprő korában. Hát úszni előbb tudott, mint beszélni, és aztán rendesen úszni egy nagyszerű tanár, meg jó magam tanítottuk meg. Úgyhogy azóta egyik kedvenc programunk ez a vízi kirándulás. Hát nagyon örülünk annak, hogy itt Siklóson hajtunk először fogatot. Drága Lóci fiam még igaziból nem lovagolt. Én viszont a Színművészeti Egyetemen, mint minden osztálytársam, mi magunkat tanultunk lovagolni. Hajtani ugyan nem, tehát nekem sem mindennapi rutinom az, hogy lovakat hajtsak, de itt, megmondom őszintén, olyan nagyszerű szakképzett úrtól kaptunk mi tanácsokat, hogy gyakorlatilag néhány perc alatt itt néhány fordulót meg tudtunk csinálni. Úgyhogy, Lócikám, innentől kezdve tanulunk lovagolni együtt? Oké, akkor fogd meg ezt a szárat, együtt fogjuk meg ígyni, és köszönjük meg a lovacskáknak. Köszönjük szépen, nagyon jó volt, te is integes nekik egyet. Köszönjük, lovacskák, két gyönyörű szép lovacskával voltunk.
úgy hívják őket, hogy Holló és Héra. Ez a két gyönyörű paci, akikkel most itt együtt töltöttük a délelőttet. Reméljük, hogy lesz ennek folytatása. Hát igazi pihenés ez számunkra, és nagyon, nagyon jó így picit kikapcsolódni és elvonulni a mindennapokból, a munkából, és átadni magunkat egy olyan környezetben, mondom, a pihenésnek, ahol nem csak a finom ízlésvilágnak, hanem a nagyszerű vendéglátásnak is óriási hangsúlya van.